Az állam kötelezettsége, hogy közzétegye azokat az adatokat, amelyek saját működésével és az adófizetők pénzének elköltésével kapcsolatosak. Ezek az adatbázisok azonban gyakran nem felhasználóbarátok, alkalmatlanok a további kutatásra. A Transparency International projektje a jelenleg kísérleti jelleggel működő Assist a különböző állami szervek honlapjain nehézkesen elérhető közadatokat automatikusan összegyűjti, egyszerű Excel táblázatban letölthetővé teszi és rendszeresen frissíti. Nézzük, hogyan működik ez a gyakorlatban. Bátorfi Attila újságíró, aki meg szeretné tudni, hogy 2016-ban mennyi pénzzel támogatta a Nemzeti Kulturális Alap, azaz az NKA a színházművészeti programokat. Az adatokat a szervezet saját honlapján és az Assiston is megkeresi. Az NKA weboldalán a pályáztatás, a döntések és a közérdekű adatok között sem találja az adatbázist. Majd amikor sikerül letöltenie az őt érdeklő összegeket, több probléma is adódik a táblázat rendezésével, a megjelenített adatok számával. Az assist.transparency.hu weboldalon, az Assist főoldalán a felső sorban található menüpontok a forrásokat jelölik. Attila értelemszerűen az NKA-t választja, és azonnal megtalálja éves bontásban a kapcsolódó adatbázisokat. Ezután dönthet úgy, hogy letölti az adatbázist Excel formátumban a kutatáshoz, vagy a címre kattintva részletesebb előnézetet választ. Utóbbi különlegessége a baloldali halmazikon. Erre kattintva kiderül, hogy az adatbázisban történt-e valamilyen változás, miután nyilvánosságra hozták. Ahogy a weboldal alján található használati útmutatóból is kiderül, a később kiegészített adatokat zölddel, a törölteket pirossal jelzi az Assist. Az Assiston bárki közzétehet saját gyűjtésű adatokat, adatbázisokat is, akár anonim módon. Ha az adatbázis nem jogsértő, az előzetes moderálás után nyilvánossá teszi a Transparency International. Ehhez is segítség a használati útmutató. Attila közben letöltötte és összesítette a színházi támogatásokra vonatkozó adatokat. Ehhez az Assistot használva alig több mint egy percre, az NKA honlapján keresve több mint 10 percre volt szüksége. A projekt a Google Digital News Initiative európai pályázatán nyert támogatást, amely az Assist kísérleti változatának elkészítésére volt elegendő. A Transparency International hosszú távú célja, hogy a letölthető adatok köre bővüljön, így a rendszer segítséget nyújtson a közérdekű adatok iránt érdeklődő újságírók, állampolgárok számára, és pozitív példát mutasson az állami szerveknek. A korrupció elleni harc közös ügyünk. Ha tisztább Magyarországot akar, csatlakozzon hozzánk!